Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek. Nagyon vártam már, hogy találkozzam veletek, és hogy elmondjak nektek egy gyönyörű szép bibliai történetet, amin keresztül megismerjük az Úr Jézus Krisztus csodálatos szeretetét, segítőkészségét, és azt, hogy neki mindenek fölött hatalma van. Elővettétek már a bibliátokat? A mai igei tanulmányunk, a kánai mennyegző, így említi a Biblia. Volt két fiatal, egy gyönyörű szép lány, akit egy fiatal ember nagyon megszeretett, és megkért feleségül. A lány örömmel mondott igent, és boldogan tervezgették az esküvőt. Rengeteg sok embert meg akartak hívni, rokonaik voltak, ismerőseik voltak, rengeteg unokatestvér volt, hiszen nagy családosok voltak, nagy családból származtak, sok testvérük volt, annak sok gyerekük volt, és mindig szerették egymást, sok barátjuk, ismerősük volt. És a fiatalember azt mondta a mennyasszonyának, ide figyelj, hívjuk meg Jézust az esküvőnkre, a tanítványaival együtt. Igazán áldás csak akkor lesz, ha az Úr Jézus is jelen van. A mennyasszony boldogan bólogatott, aztán kapott gyönyörű szép mennyasszonyi ruhát a vőlegényétől, és ebbe mentek el a kánai zsinagógába, ahol örök hűséget fogadtak egymásnak. Rengetegen voltak a zsinagógába, a rokonok, az ismerősök messze vidékről érkeztek, és megcsodálták a mennyasszony gyönyörűségét. Olyan szép volt, olyan tiszta volt, és gyönyörű volt a ruhája. Kislányok, ti is szoktatok gondolni, hogy nektek is majd egyszer szép mennyasszonyi ruhátok lesz, és egy kedves párotok. Nagyon boldogok voltak, amikor jöttek ki a zsinagógából, és Jézus is megérkezett a tanítványairból, az ünnepi szertartáson is ott volt a zsinagógába. Nagyon boldog volt az ifjú pár, hogy Jézus elfogadta a meghívást. Kána nagyon közel volt Názárethez, így aztán Mária, az Úr Jézus anyja, már napokkal előbb elment Názáretből Kánába, hogy segítsen a főzésbe, sütésbe, hogy minden elkészüljön az esküvőre. Képzeljétek el, hogy Mária nagyon finoman tudott főzni, sütni. Bárányokat vágtak le az esküvőre, és Mária pedig, miután megtisztították a bárányokat, rengeteg munka volt az esküvő előkészülétével. Mária finom fűszerekkel befűszerezte a bárányzombokat, és miután az esküvői fűszerekkel fűszerezte, berakta a kemencébe. És amikor sült, annak olyan illata volt, hogy a vendégek, akik megjöttek a zsinagógából, azonnal leültek az asztalokhoz, pedig nem mondták nekik, hogy üljenek le, de az illat olyan finom volt, hogy már is ettek volna. Mária pedig mondta, mindjárt készen lesz. Sokan segítettek neki az asszonyok közül, és aztán ezeket a finom ennivalókat, báránysültet, kacsasültet, csirke, rántott csirke, minden volt ott. Föltették az asztalra, és akkor nagyon szomjasak voltak a vendégek, annyira szomjasak,
hogy meggyőzték a szolgák a kancsóba hordani sietve az asztalukra a bort. Ilyen borocskát ittak, boros vizet, akkor nem volt üdítőital, és a szomjukat ebből a kicsit savanykás itallal próbálták oltani. Nagyon nagy meleg volt, az emberek messziről érkeztek, nagyon szomjasak voltak. Az ifjú pár pedig ott ült a főhelyen. A szolgák hordták a bort, ittak a fiatalok egészségére, ahogy az akkori szokás volt, és ahogyan most is szokás volt. Az emberek nagyon örültek egymásnak. Volt, aki már nagyon régen látta a nagypapáját, mert messze lakott. Volt, aki nagyon régen látta az unokatestvérét, ölelték egymást, és mindenki egészségére ittak. Hát olyan sok vendég érkezett a mennyegzőre, hogy hamarosan látták a szolgák, hogy kevés az innivaló, hogy fogytán van a bor. Azt mondta az egyik szolga a másiknak, de ide figyelj, hát nem gondolod, hogy vizet adnának egy esküvőn inni? Hát micsoda szégyen lenne az! A fiatal párra nézve, de ez a bor itt a hordó alján, ez már nagyon kevés. Már látta a szolga, hogy csúfosan meg fognak szégyenülni, mert nincs boruk. Mária pedig, aki egy nagyon szerető szívű, gondos asszony volt, édesanyja is volt, rokonai voltak, a gyönyörű pár, látta, hogy nincs bor. Hogy valamit itt tenni kell, még mielőtt baj történne. Mielőtt megszégyenülne ez a kedves fiatal pár, gondolkodott, mit tudna ő tenni? Szerető anyai arca a fiára, az Úr Jézus Krisztusra nézett, és oda hívta az üres hordokhoz, és azt mondta neki, fiam, elfogyott a bor. Jézus ránézett, és azt mondta, de hát anyám, az én időm még nem jött el. Hát hogy gondolod? Mária pedig odaszólt a szolgáknak, amit Jézus mond, azt megtegyétek, mert a ti engedelmességeteken múlik, hogy ne szégyenüljön meg a fiatal pár, mert nincs bor. Jézus pedig a mennyei atyára várt. Imádkozott, fölemelte a szemeit. Atyám, eljött az ideje, hogy megmutassam a tőled kapott hatalmamat, amit te adtál nekem, hogy az emberek megismerjenek téged rajtam keresztül, hogy én a te fiad vagyok, aki minden hatalom menjen is földön, akinek van hatalma a vizet borrá változtatni. Jézus pedig látott ott 6 kővedret, nagyon nagyok voltak, itt a háta mögött is látjátok, ilyesmi lehetett, de ennél talán még nagyobb. 80 liter víz fért ezekbe a kővedrekbe, vagy korsókba, de hát ez nem korsó, ez valami nagy edény, és azért álltak ott, mert a messziről jött vendégeknek ebből merítettek vizet, hogy a lábait megmossák. De annyi volt a vendég, hogy a korsók is üresek voltak, képzeljétek el. Jézus ránézett a szolgákra, és azt mondta, na itt vannak ezek a korsók, 80 liter fér egybe. Töltsétek meg vízzel. A szolgák egy szót se szóltak, siettek,
Hatalmas nagy volt ez a korsó, a vállukon nem fér el. Ezért aztán volt ennek két fa hordozója, amit beledugtak, látjátok, ott van neki füle is, és négyen mentek el a kúthoz. Hát kis idő volt, míg szénig megtöltötték a korsókat. Azt mondta az egyik szolga, ne félig, ne háromnegyedig. Öcsém, te mindig a könnyebb részt választod, te mindig elsumákolod, színig töltsük meg. Jézus azt mondta, és nekünk azt kell csinálni. Öcskő is azt mondta, de akkor nehéz lesz. Az Úr sose kér olyat, amit ne tudnánk megcsinálni. Add hozzá erőt. Szóval a szolgák színig megtöltötték a kővedreket vízzel, odavitték. Csodálatos dolog az engedelmesség. És mi is történt itt az igében, mit is olvasunk? A szolgák egy szót se szóltak, az egyik hümmögött magába. Hát most itt állunk a kővedrek mellett. Színig vannak vízzel. Hát mi lesz most? Hiszen nekik borra van szükségük, meg itt mindenkinek, a násznépnek is, és a násznagy is mit fog szólni, hogy nincs bor? Ő volt a szolgák legfőbb szolgája, ő felelt az esküvő rendjéért, és akkor Jézus, akkor minden korsó színig meg volt töltve, akkor azt mondta, hogy merítsetek, hozzátok a kancsókat, amivel fölszolgáljátok az asztalra, merítsetek, de először is vigyetek a násznagynak. Hát a szolgák belemerítették a vízbe a kancsót, és engedelmesen vitték a kancsót, vizet, a násznagynak, de valami történt, és ezt érezték, miközben az asztalig odaértek, ez egy kis út volt a kőkorsóktól, borrá lett a víz. Micsoda csoda ez! És a násznagy megkóstolta, meg volt döbbenve, ő még ilyen jó bort soha nem ivott. Ez a bornak íze volt, ez nem csípte a nyelvét, nem volt savanyú. És akkor hívta a vőlegény. Na gyere csak ide! Hát te ezt a jó bort eldugtad? Úgy csináltál, hogy nincsen? És most elővetted? Hát mások úgy csinálják, hogy a legelején adják a legjobbat. A vőlegény hallgatott. Mert nagyon izgult, nagyon tudta, hogy nincs több bor. Jézusra nézett a vőlegény, és az arcán ott volt a hála, az imádat, mert tudta a szívébe, hogy Jézus volt, aki könyörült rajtuk, aki megáldotta őket, hogy ne legyenek szükségbe sem ők, sem a vendégek, sem senki. Nagyon csodálatos történet ez. Akik látták ezt a csodát, tudták, hogy azért történt meg, mert Jézus ott volt a mennyegzőn. Akik látták, azok hittek az Úr Jézus Krisztusban, hogy ő Izrael megígért messiása, hogy ő a világ üdvözítője, hogy előtte nincs akadály. Ő bármit meg tud tenni. Te is hiszel az Úr Jézus Krisztusba, hogy ővé minden hatalom menjen és földön. Dicsőség, hála legyen Istennek, képzeljétek el. Mindenki ivott ebből a csodálatos borból. Utána körtáncot jártak, és dicsőítették a mennyei atyát, és a szívük tele volt hálával. Isten szeretete
gondoskodó kegyelme iránt. Emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy amikor pedig még az Ószövetségben Mózes Egyiptomba volt, akkor a fáreónak is megmutatta az Úr az ő hatalmát, mert akkor a vizet vérré változtatta, hogy a kemény fáreó szívét megtörje és elengedje azokat, akiket leuralt és szolgaságba tartott. Az Úr Jézus mindig tesz értünk csodát, hogy az életünk Jézusé legyen, és ne szolgaságba éljünk a gonosz erőkkel. A szolgák engedelmesek voltak. Ti is szerettek engedelmeskedni? Segítőkészek vagytok? Mert a szolgák mindent úgy csináltak, amit Jézus mondott, és meglátták Isten dicsőségét.